Sziasztok srácok, Attila vagyok a Samsung Crew-tól. Itt vagyok Petivel, fog még jönni Ákos, itt találkoztunk. Ide jöttem a mosóhoz, hogy itt tudjam majd lemosni a motort, miután végeztünk. Taksonyba megyünk, kicsit gyakorolni, rám is fér, az egy egyszerűbb enduro pálya, úgyhogy most elmegyünk Petivel Ákosért. Körülbelül 4 fok van, beszéltünk a srácokkal, igazából ők akartak motorozni, ezért kijöttünk gurulni egyet. Sikerült felvennünk Ákost. Péterünk egy elektromos géppel van, egy Suronnal, vagy Suronnal, nem tudom, hogy ki hogy hívja. Az elektromosba itt mit fogunk tankolni. Megnézzük Ákosnak a keréknyomást, mert úgy néztem, hogy egy kicsit kemény a hátsó. Általában nekem is egy bár van benne, elől-hátul, mert ugye enduróhoz más kell. Na de hol a szelep? Hát ugye a faszom. Na jaj, fordítok rajta, maradj! Jó, csak ugyanazban felelik, letámaszkoljam. Jó, jó. Nem csak le. Aha, na, szép ez a motor. KTM XC500, hanyas évjáratú? 12. De ez nem a 450-es, ez az 500-as. Ez a 450 akkor. Hát, ez rakva az 500 idon. Aha. Készen van Ákos, aztán megyünk. Jól vagy? De mi volt amúgy? Nem, vettem. Igen, de mi történt? Nem ütötted meg valamidet? Amúgy. Hát egy kicsit a szűkpontom. De az a baj, hogy elfordul ilyenkor a kormány, húztam én busztát. Láttál te ki a szemüvegem? Mert nekem párásodik. Nekem is. Igen, amúgy nagyon. Kicsit szűken vettem az oszlop. De ez kivert a kormányt a kezéből. Te dudáltál vagy a kocsi amúgy? Ez mi? A táblát valaki leverte róla. Valamelyik kocsi neki ment. Elhagytam a tükrömet, visszamegyek. Tükrét? Na megvan a tükrünk, most már mehetünk. Nehéz lesz tisztán tartani a kamerát, biztos, hogy fogom sokszor törölni. Meg az is biztos, hogy sokszor nem fogom észrevenni, hogy sáros. Ez az! Megpróbálom szemüveg nélkül, attól félek, hogy majd belemegy a sár a szemembe, de hát ha szerencsém lesz és nem. Peti kikerüli a simmel lett a bulit. Ott még a senki is sattarod. Hát ezért jöttünk, nem? Ez menőn néz ki. Vaj, de sok személy itt van. Nem szeretem az ilyet. Persze, csak a kamera lesz vizes. Szóval van egy kis hátránya annak, hogy hideg a levegő. Hát nem hideg, mert 4 fok, és párás, és az a baj vele, hogy bepárásolik a szemüveg. Tessék! Hagyjuk benne kicsit Petit, aztán megyünk egy jó tempós szakasz. Jó. Csak az a baj, hogy szemüveg nélkül így is úgy is szar, nem? Hát annyira nem. Aha. Szemüveg nélkül, bocs, hogy nem tudok üvegen menni. Ákos után jó lenne, de már kapott sorot a szemem. Történt? Meg áll, hogy elfögyült a kormány a pálya közepén. Nem áll meg. Ugye nincs rajta sebesség. Azon nincs sebesség. Tegyünk bele egy gajat a küllő közé. Ez egy tipikus kezdőknek. Jó gyakorló terület szerintem. Mind nekem.
tiszta homok az egész. Én felveszlek! Hú, jó ki van mosva! Egész jól néz ki, tiszta, más világ. Igen, tudom, van rengeteg másik homokbánya, ahol lehet menni. Most itt vagyunk, úgyhogy ezt tudom felvenni. Minden indíts be. Szerintem pont, hogy felfele, mert ugye így fogok lefele nézni. Na, állj be úgy, hogy ahogy szoktál. Hát a faszom tudja, valahogy így köbö. Hú, bazzek, te hogy látsz ezzel? Hú, ez itt enduron nagyon rossz. Attól ijedtem meg, ahogy kiabáltál, hogy nekem jössz. Elég is volt a gyakorló pályából. Lassan sötétedni fog, ugye? Aztán megindulunk hazafelé. Mi az? Remélem, ezeket felvetted. Ja, hát igen. Mondjuk, amikor belementél a vízbe, muszáj voltam elhajolni, mert rám ömlött az összes víz. A másodikat beszoktam, mert pont nem ugrattam át, a végén leraktam a tenyét a kutyajába. Hű. Azt a mindenit. Na srácok, mára megvoltunk, lassan besötétedik, itt vagyunk a mosónál, mossuk a gépeket, Ákos mossa az övét, meg majd az enyémet is. Úgy voltunk vele, hogy ne foglaljuk el már mind a kettő mosó helyet, remélem össze tudok belőle hozni valami anyagot. Sziasztok! Na jó lesz, túl tiszta lesz az a motor!